Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Péter. Az én nevem Huszár András. folytatódik, amelynek a második epizódját fogjátok most meghallgatni, a Lilionfi című filmről, 1954-ből. És uh -huh. szerintem már talán leszámítva egy-egy adást, jóformán másfél éve nem volt olyan, hogy nem volt vendégünk. Uh -huh. A már adás volt, amit úgy vettünk föl, hogy nem volt vendégünk. Illetve természetesen Patreonon rengeteg tartalom amit direkt úgy veszünk fel, hogy csak ketten, de sokan elszokhattak már attól, hogy vendég nélkül vagyunk itt. Beszéljük meg, hogy ez a film, ez erre hogy esett a választásunk. Te láttad annak idején, vagy bármikor korábban a Lilion fit? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Mesélted a múlt héten, hogy azt hitted, hogy te nem láttad még a, a, a mese autót ja. és aztán rájöttél, hogy valószínűleg rengetegszer láttad, és így be, belédégett minden jelenete, és már a végén együtt izé mondtad a sorokat a szereplőkkel, kíváncsi voltam, hogy esetleg nekem lesz-e majd vagy még most is kíváncsi vagy, hogy lesz-e ilyen élményem, ilyen rá ráismerésem de Lilian filmen abszolút nem teljesen ismeretlen volt számomra az egész film úgyhogy ez nekem teljes mértékben ö e első nézés volt uh -huh. nálad? Nekem is száz százalék teljesen egy első no. nézés volt. annyira, hogy se színházban nem láttam, mm -hmm. se egyéb változatban, nem is olvastam, szóval teljesen friss élmény. Pedig tudom, mm. hogy mennyire alapélmény ez sokaknak, például egyébként a feleségemnek is, aki már előre előhögött a férnek a csavarjain. <laughs> Meg amikor bedobtuk a, az Évadnak a menetrendjét, Twitterre már kitettem, akkor mm -hmm azért sokan, mert többen is írtak a Lilium -fival kapcsolatban, hogy ez ilyen gyerekkori alapélmény. Ami azért mm. érdekes, mert tényleg gyerekbarát film sok tekintetben, bár talán van erotikával, igen. szóval ilyen, ilyen, áthallásosan erotikus, sokkal inkább, mint, mint, a 20 évvel korábbi meseautó, amiben erről szintén beszélünk. Igen, igen. Hát ebben a filmben mindenki horni, onnan. Nagyon. <laughs> Elsősorban maga mag Károly valószínűleg a, a film rendezője. <laughs> Igen. Makkára egy egyszer már foglalkoztunk a Vagfoltban, amikor egy ilyen rövidre szabott kis magyar, magyar filmes blokkot tartottunk ja, a színész évadunkban, ha jól emlékszem. Nem, nem, európai évadban nem? volt. Európai évadban, jó, igen, már kevertem hirtelen, hogy melyikben volt, de igen, a, a, a házasziklák alatt volt az, amit, amit megnéztünk tőle. Nem sokkal későbbi filmje, mint a Lilion Fé, azt hiszem 58-as, tehát így 4 59, év, 59 lehet, lehet. 58-ban forgatott és 59-ben mutatták be. Ja, igen, értem. Uh -huh. Igen. És hát euh, még, még biztos, hogy fogunk is vele foglalkozni, hiszen szintén óriási alapmű és hiányosság tőle számunkra a szerelem. 71-ből. Lehetne még uh -huh. más is, de ez a kettő lesz benne idén az évadban, az elég valószínű. Uh -huh. Igen. Mm. A, igen, egyébként annak idején sokat nem beszélgetünk magáról, a Mag Károlyról, lehet, hogy majd a szerelemadásban sokkal többet fogunk, de mm -hmm. azért egy pár szót mindenképp szentelhetünk majd neki most is. Mielőtt Persze. azért belekezdünk, azért mondjuk el, hogy a film fő szereplői, meg szerzői kicsodák. Mm -hmm. mm, Szigligeti Edének a színpadi műve e bőlkészült a Lilionfi, ez a 19. Mm -hmm. században született, és ez a, Mm, nagyon sokat játszották, Az egyik legtöbbet játszott darab volt a maga idejében, illetve szigetleget uh -huh. a darabjai közül is a, leg, a legismertebb volt. Uh -huh. A forgatókönyv, az adaptációt mészői dezsőnek köszönhetjük, de például a dramaturgok között feltűnik Bacsó Péter neve is, ez nem tudom, igen. feltűnt -e. <laughs> Igen, igen, igen. igen. <laughs> Majd arról beszéltünk, hogy mi is ez a dramaturg, mert ez egy nagyon sajátos magyar fogalom szerintem. És akkor a főszereplők között magát Lilionfit Darvas Iván játsza, szellemfit az ő színésztársát Pécsi Sándor, illetve a Lilion szerelmét Mariskát Krencsei Marian, és láthatjuk még a filmben Dajka Margitot, Garas Dezsőt, aki még szerintem kiemelt szerepet kap az Rajnai Gábor, Szilvai Tódor és Sós Imre. A Silvai Tordot játszó Bálás Samu és Sós Imre. Bocsánat, itt kicsit kevertem a sorrendet a nevekben. Darvasíván, mm, Darvas Iván, na mert volt már filmünk vele? Nem emlékszem. Nem, hmm, ugye nem? hiszem. Na végre, hiszem, akkor kerül erre is. Latinovicsal <gölklocalypse> már, már nagyon-nagyon sokat látunk, és még fogunk is, de Igen. szintén óriási színészünk Darvas Iván, tehát két Jászai Mari meg kétszeres kosugdíjas, tehát itt tényleg a... Szerintem senkinek se kellett bemutatni. Uh, de azért így Örülök, hogy ilyen hamar eljutottunk ja. oda, hogy foglalkozunk Darva <laughs> Ja, igen, kö közben ugye motoszkált a fejemben valami, és rájöttem, hogy ő is benne volt a hideg napokban. Ó, Ott már foglalkoztunk vele egy keveset. De, de, igen, itt, itt abszolút főszerep az övé, meg címszerep. Aha. Ö, és euh, még szerintem mielőtt a filmbe így nagyon euh, belebetnénk magunkat, ugye itt azért ugrottunk egy nagyot a mese, meseautóhoz, hogy euh, ne? időben. És érdemes talán egy picit így kontextusba helyezni, hogy amikor kijött ez a film, akkor éppen hogy állt a magyar filmkészítés. Ugye meséltük a, a, a autó kapcsán, hogy ott a két a... világháború közötti periódus. Igen. Így van, hogy, hogy, hogy az az időszak az az teljes mértékben a közönség filmnek. Volt a nagy korszaka. Igen, és aztán nagyon hamar beindult a, a filmművészeknek, a rendezőknek, színészeknek, és az üldözése, hogy elég gyorsan lecsöndült igazából az a filmes apparátus, akiket, akinek a műveit láthatták akkor a korabeli nézők. Így van, és ugye a 45-től kb. 53-ig terjedő időszakot, főleg, aztán, főleg a 48-tól, tehát a, 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 politikai fordulattól 53-ig tartó rákosi időszakot, azt, azt a szinte teljes mértékben a, a, az ideológiai filmgyártás jellemezte. Tehát ott, ott, ott teljes, ott teljesen meghatározta azt, hogy milyen filmek, milyen témákban és hogyan készüljenek, az, az, az mind a politika szolgálatába volt állítva. Persze volt egy-két kivétel is, meg, meg voltak olyan alkotók, akik próbáltak ezen a rendszeren belül valamilyen művészit alkotni, de elsősorban megszűnt ez a piaci alapú közönségfilmgyártás, és a helyébe pedig teljesen a politikai indítatású filmkészítés került, és aztán 53 után, amikor Sztálin halála után itthon is megindult egyfajta enyhülés, aztán persze ezt itthon megszakította az 56-os forradalom leverése. Uh -huh. De hogy az nem volt ilyen nagy korszak határa a filmkészítésben. A, pontosabban abban, hogy a magyar filmrendezők azok hogyan, e, hogyan jutottak el a, a 60-as éveknek az új hullámáig, és hogy ez a 50-es évek második fele ez egy ilyen mm, talán valamiféle átmeneti időszak, e, amikor amikor még él, él bizonyos szempontból ez a társadalmi-politikai témáknak a, a ö, kifejtése, de közben már, már bejön az, hogy próbáljunk tényleg filmeket rendezni, és ezek néz, legyenek filmszerűek, és alkalmazzanak újszerű ö, megközelítéseket, és majd ez kicsús, kicsúcsosodik a. 60-as éveknek a magyar új hullámában, amiből nyilván rengeteget fogunk majd szemezgetni. De hogy ebben a korszakban szóval megérdekes a Lilion film, ami meg aztán egy törölmetszett közönségfilm. Tehát hogy erre a filmre szerintem pont nem, nem igaz az, hogy uh, ilyen különösebb mérkős lenne. Monda, igen, mondani valóban rendelkezne, vagy vagy programfilm lenne. Ez száz százalékig a közönség szórakoztatására uh, célzott uh, célzott film. Hát itt annyi és... szerintem egy kicsit a kontextusa ennek, hogy uh -huh. ma nem sok, sok, nem sokkal korábban végezte el a színművészeti fősiket, uh -huh. nem hiszem pontosan hova járt, ezt uh, majd mindjárt megkeresem, de nem, nem sokkal, igen, a, a, fű, a színházis filmművészeti főiskolát nem sokkal korábban uh -huh. végezte el, és a, a, az első saját filmét, amit ő rendezett, azt betiltották, tehát, vagy hát igazából uh -huh. úgy... Azt hiszem, az volt ott a kifogás, hogy nem volt eléggé programfilm az üzenete. Uh -huh. Uh -huh. És uh, elég gyorsan átváltott szerintem ezek után a Lilium Fira, ami valóban egy sokkal közönségbarátabb mű, tehát nehezen lehet belekötni politikai értelemben. Ami miatt esetleg szimpatikus lehet a karhatalomnak, az az, hogy gúnytűz a nemességből rengeteg, Igen. rengeteg módon. Igen figurázza ki, teszi nevetségessé az előkelőségeket ez a film. Igen, igen, igen. És, a, és ugye a, 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 maga a történet, az most nem akarok még előre szaladni, de egy kifejezetten a, a rustikus magyarságról szól, maga a Szigligeti Edének a műve is, ez a ez elé fenn uh -huh. a kor, amiben megszületett ez a milliófi színdarab, ez is a kifejezetten az egyszerű embereknek a uh -huh. művészetét, vagy a ábrázolását felkaroló művészeti ág volt, és, és, és ez meg aztán szerintem pláne szimpatikus a, a kommunizmusnak. Igen. De szerintem a mi szempontunkból is érdekes ez a film már, mint hogy a vakfoltos tematika, a magyar filmes évadunk tematikája szempontjából is, hogy itt rögtön az elején felcsapjuk az évadot két ilyen ö, könnyű, könnyed ö, szórakoztató közönségfilmen, és aztán szerintem jó darabig nem fogunk találkozni hasonlóval. Lesznek persze nem feltétlenül ilyen fajsúlyos faj drámák, de azért többnyire a, a magyar filmnek a nem tudom, ezért forduló előtti id id hát, vagy inkább a rendszervetes előtti időszakát nagyon-nagyon sokáig legalábbis azokat a darabokat, amiket mi így kiemelünk, vagy amiket ö fontos pótlandóknak tartunk, azok az ilyen ami mondani valóval rendelkező, realista, vagy, vagy kísérleti, vagy akár igen, mindenképpen dráma drámai művek, és a ö igen, ez a, ez a, a, klasszikus vígjáték, az, az, szerintem eléggé későn fog majd visszacsatlakozni a, a, az évadunk tematikájában. Most pont nem néztem rá a, a kis letterbox ö, listánkra, hogy erről biz, meg bizonyosodjak teljes mértékben, de, de igen, úgy érzem, hogy ez, ez most egy darabig egy ilyen utolsó kis ö, vidám téma lesz a, a, az évadunkban. Hát elég valószínű szerintem is, igen. Most én, én sem néztem rá a teljes listáról, mivel fogunk foglalkozni, de azért többségében biztos, hogy így lesz. Igen. Yeah. az is látható, hogy Makkáro is. Mm. Tehát már rögtön a háza sziklák alatt egy jóval fajsúlyosabb tragédia. Tehát igen, gyorsan át tudott váltani egy olyan mifajra, ami valószínűleg inkább a közönségkiszolgálása egyet, az ő saját művészi megnyilvánulásainak mm -hmm. a, mm -hmm. a adott teret. Már tök fontos vele kapcsolatban, hogy rengeteg adaptációt készített, uh -huh. A Lilion Fish, ugye már mondtuk, hogy az. A házasziklák alattról is beszéltünk annak idején, uh -huh. hogy adaptáció, és egyébként is a szerelem is, Novelláknak a feldolgozása, és nem sokkal ezek után volt egy filmje, amely pedig egy örkény adaptációval még osztrigárodiségig is vitte, ha jól emlékszem. Igen, is a macska játék. játék. Igen. Igen, Igen. Igen és uh, itt a, az 50-es évekbeli, meg 60-as évekbeli filmjeibe így igazából így váltogatta folyamatosan a, a műfajokat, stílusokat, hangnemeket, zsánereket, tehát legalább annyi vígjátékot készített, mint a hány filmdrámát, úgyhogy ő, ő abszolút ez a... Ez a... Journeyman? A... hogy nevezzük az ilyen rendezőt? A sokoldalú? <laughs> <I> igen, <laughs> szerintem a sokoldalú az egy jó szó. Aha. A múlt éten már említett a G Gelencsér Gábornak ez a kis fi filmtörténeti kis oh. könyvecskéjében. Ő, ő úgy nevezte el, hogy a mindenes hogy így mindenhez is értett, és mindenhez jól értett. Úgyhogy igen, szerintem a sok oldalú vagy sokszínű az egy, az egy kifejezetten jó jelző Makkárolyra, legalábbis az eddigi merítésünk alapján már biztosan két, két, azért merőben eltérő, még hogyha mondjuk környezetében hasonló, tehát hasonló helyszínen, meg területen is játszódik a Lilionfi és a házasziklák alatt, de ezért meg aztán még, még szembeszökőbb, hogy a közegből, közegből két mennyire különböző filmet tudott pár év különbséggel rendezni. Milyen igaz? Majd beszél, kicsit vissza kéne emlékeznem jobban a házasziklák uh -huh. alattra, de tudod, azért van egy van, van, van rengeteg rendező, aki megmerítkezik big Játékban és drámában is, és mégis uh -huh. tudod ismerni a filmjeit, vagy így rá, ránézésre uh -huh. megállapított, hogy ez az ő filmje. Makkárolynál szerintem, most ez alapján a kevés alapján, amit láttam, majd aztán a szerelemnél tudunk még térni. Nem állítom, hát, hogy vannak ilyen nagyon egyértelmű rendezői kézügyek, de inkább azt mondanám, nem. hogy tényleg kellő hm, hozzáértéssel képes a műfajhoz idomulni, és a rendezői eszköztárát úgy ö, alkalmazni, hogy a, a műfaj erősségeit, a műfaj érzetességét kihangsolja, az a uh szinte, -huh. a Lilium film, kifejezetten euh, tényleg nagyon-nagyon um, hatásosan, hatékonyan megrendezett abban az értelemben, hogy a, a vágás ritmusa, a jelentek egymás utánisága, uh -huh. így szépen felépíti a poénokat, szépen mindig a nézőnek előre euh, telegrafálja a későbbi csattanót, uh -huh. amitől így nagyon izgalmas tud lenni ez a film, uh -huh. és, és uh -huh. nagyon szépek a, a kameramozgások is, tehát így Rengeteg nagyon hatásos, érzelmes kameramozgás van ebben a filmben, ráközelítések, uh -huh. illetve hát szépen van a film egy csomószor, úgy a képek keretezve is, tehát a, a kép kivágat is uh -huh. nagyon elegáns, szép. Úgyhogy ebben a filmben szépen megmutatja azt a Makkároly, hogy hogy milyen jó érzéke van a végjátékhoz, és hogy a magyar tájat, meg a úgy általában véve a rusztikus környezetet, amit ebben a filmben kihangsúlyoz, azt milyen szépen lehet ábrázolni. Igen, és, és hogy ahhoz képest, hogy egy színdarabot adaptált, egy egyáltalán nem érződik. Ja. Az az, ami az, azért sokszor felszokott tűnni, hogy néhány helyen játszódik, néhány szereplővel fel tudjuk ismerni, hogy na igen, ennek biztos, hogy valamiféle színházi előzménye lehet, és hogy az esetleg bekorlátozza a rendezőt is abban, hogy, yeah. hogy ilyen színpadias megoldásokkal éljen, vagy valamennyire így, így zártá tegye a, 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 a filmnyelvet is akár, és ez szerintem abszolút nem, 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 érződik egy percig se. Igen. Nyilván el lehet képzelni könnyedén, hogy ezek a, ezek az egymásba gobajodó szálak, ezek hogyan jelennek meg színpadon, hogy a jobb oldalon becsuknak egy ajtót, bal oldalon már jön is be a másik szereplő, tehát hogy ez teljesen működik itt <laughs> színpadon is, de, de szerintem kellően így, nem tudom, a a, a rendezése ennek a filmnek. Aha. Mm. Mm. És egyébként az eredeti műhöz képest át is helyezték a helyszínt a mm. felvidékre. Igen, ez nem játszódik nagyjából a Igen. színdarab. Úgyhogy gondolom volt is némi mozgástér abban, hogy ezt hogyan adaptálják. Így beleolvasgattam az OSK-n az eredeti mm. Lilion fiba és azért nagyon más, tehát abban például nem is nagyon említik a Római Júliát, pedig ennek egy gerincelnek a filmnek a Római Júliát mm. színdarab. Úgyhogy valószínűleg azért alaposan át lett írva. Hát gondolom de mint Shakespeare fordító, azért belecsempészte be be a saját tudását és rajongását. A hát olyannyira, hogy benne filmsz. van egy konkrét Romeus Júlia jelenet, tehát így belecsempészte, jó nagy vödör Shakespeare előöntötte ezt a filmet. Igen, de nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy újabb Makkároly filmre tudtunk sort keríteni, mégis tényleg az egyik leg, a hatású, legfontosabb magyar rendező, akivel fogunk foglalkozni. Igen, igen, igen. És itt már tényleg érződik az, hogy, hogy beindult, ugye, a, a tőlünk nyugatabbra, vagy ugye úgy gondolom nemzetközi szinten a, a filmeknek az ilyen formanyelvi forradalma. Az előző adásban a Mese Autóban beszéltünk róla, hogy a, még Amerikában is, akkor tájt azért, így a, a sor, sor, sorozatgyártott közönségfilmek készültek elsősorban, és nem sok nem kell sokat várni arra, hogy így elinduljanak a, az első ilyen reneszánszok, mint a neorealizmus, meg a, a ennek a hasonló különböző változatai különböző or, európai országokban. És, és itt az 50-es években azért már ennek is szerintem látni nyomait. Mm, uh -huh. Tehát a, a meséautónak egy kis komótos, néha már már unalmas igazából stílusa, meg, meg tempója. Itt sokkal, ahhoz képest itt azért jóval ugrásszerűbb a fejlődés, az biztos. Mind a kamerakezelésnek a vagányságában, mind a vágásnak a sebességében. Hm, igen. Mert valószínűleg azért a, a jövő heti filmünknél a, a körhintánál már már jobban tetten érhető lesz a Biztos, biztos. lesznek ezek, a, ezek az európai filmes irányzatok, meghatások, uh -huh. de de való igaz. Hát meg, a, a, szóval egyrészt teljesen igaz, amit mondasz, másrészt azért egy hatalmas váltás az is, hogy ez a film színes. És hogy nagyon színes, tehát, hogy amennyire színes lehet egy film, szerintem ez a film, ez annyira színes. <síns> Igen, ez is igaz. Tehát így ilyen, 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 ilyen robbanásszerűen tarka a, a film, ami szerintem nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ennyire vidám és ennyire ilyen jó érzéseket kell tő legyen uh -huh. a, a, a Liliumfi, hogy tényleg így duskál a, duskál a, színekben, és a, a szóval felöltözteti ezt a tájat egy, egy olyan, vibráló, olyan vibráló, igen, ilyen idilli, teljesen idilli, igen, igen, szóval igazad van. Igen, Abszolút beugranak róla ezek a 19. századi ilyen mm -hmm. tájképek, meg portrék is igazából a maguknak, ilyen piros posgás színeivel, meg ragyogó sárgáival. Ugye itt is van egy jelenet, amikor kimennek a, a, a napraforgó mezőbe, és az egy nagyon ilyen tipikus képe szerintem. Rengeteg ilyen idős otthon, egy házban ilyen, ilyen festmények szoktak kitéve lenni, pont mint az a, az a, az a pillanat kép ott a, a, a napraforgó mezőről. <laughs> ez ilyen nagyon tipikus. Igen. Témet. Igen, 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 igen. És a a, a szobabelsőkben is e, így megjelenik a, a, ez, ez az ilyen túl túl-díszített, de igen. közben még, mégsem fullasztó e, világ. Tehát, hogy lehetett volna, lehetett volna olyan is ez a film, hogy ezt a, a, a főszereplőknek a ezt a, a feszültségét tükrözze mondjuk a szobabelső, hogy ők innen ki akarnak törni minden áron ezeknek a a, az ilyen polgári vagy, vagy grófi környezet, környezetből ugye mind a két főszereplő egy, egy, egyszerűbb és szabadabb életre vágyik, mint amit a, a gyámjaik, vagy a felmenőik, vagy a rokonaik szánnak nekik. De szerintem azért alapvetően nem ezt a célt szolgálja ez a, a, a díszlet, én inkább azt érzem, hogy valahogy ilyen, ez is ilyen átmenet a, a között, hogy, hogy, hogy túl sok legyen, és hogy jobban essen nekünk a kis vidéki egyszerű környezet, de hogy azért közben annyira meg jó leső legyen, hogy, hogy jó legyen nézni ezeket a színeket, meg ezeket a díszleteket, és hogy ebben a világban is azért ugyanúgy el tudjunk merülni, meg ugyanúgy tudjunk így lubickolni, nem? De, teljesen egyetértek, igen. Tényleg ez is inkább szerintem így a a nem is annyira, igen, nem is annyira nemesi, előkelő, ilyen már, már barokkos vagy szecessziós gazdagság, amit itt ábrázol ez a film, hanem, hanem pont, hogy a, a rustikus dolgokban találja meg itt is a szépséget. Szerintem ezek a virágminták, meg nem tudom, ezek inkább ilyen, mm -hmm. ilyen, ilyen szegény emberi, paraszti mintázatok, meg egy csomó ilyen népi ruhát is viselnek az emberek, mm -hmm. akkor a, a borospincében is ilyen felfestett lugas van, ezek, ezek mind inkább ezt adják nekem vissza, ezt a vidéki, ami annyi, ne, 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 nekem tök ismerős, mert így a Balaton azért meg, megfordultam néhány boros pincében, mondjuk így, és azért <laughs> ezek ilyen tök, tök jellemző dolgok szerintem most is. <laughs> Igen. Igen, meg a másik, amit még itt emlegetnek a, akár a Lilium a Wikipedia oldalán is, az ez a Biedermeyer igen. stílus, vagy Biedermeyer világ, ami megint csak ennek, a, ennek az ilyen kispolgári milliónek a megtestesülése, és hogy ennek is inkább az a jellemzőre hogy ez ilyen, ilyen nosztalgikus, romantikus bája ruházza fel, mintsem uh -huh. mint sem, hogy valamiféle kritikát fogalmazna meg, vagy... És vagy nem leereszkedő, mondan... ez nagyon fontos, igen. Igen, arra, hanem, igen. Hanem ilyen hozzá megértéssel fordul ehhez a társadalmi réteghez, amely amúgy jellemzően nem volt a magas művészeteknek a, az alanya, vagy hát ha az volt, akkor tényleg inkább ilyen. Nézzétek a dolgozó embereket a mezőn, vagy ilyesmit, meg abszolút nem erről uh -huh. van szó. Igen, igen, igen. Ja, és hát akkor ugye ebbe a világba csöppen a, a filmnek a, a, a aki, aki fel, felborítja a, ennek a kis álmoskás Balatonfőednek a, a világát, hogy egy vándorszínész csapat érkezik 1830-ban játszódik talán a film, és Vándor érkeznek Balatonfüredre, hogy előadják a Rómeó és Júliát, és akkor ott szemet vet egymásra a két főszereplő, a Rómeót hőszerelmest játszó Lilionfi, illetve a Mariska, aki pedig a, a némikéjének a vaskeze alatt sínylődik. Ugye ezt a, a kabillát játsza Dajka Margit, ő a kis nevelőnője. Igen. Gardedám, igen. vagy igen, hát nem tudom. Gardedám, gonosz boszorkány, is nevezzük őt, itt azért van, van ilyen határozott izé, grimmes áthallás is szerintem, vagy lehet, hogy nem áthallás, de hogy megfeleltenek a szerepek a van. klasszikus a hamupipőke, meg csipkerósika jellegű főszereplőknek a Konosz mostohájhoz. <laughs> <laughs> és akkor velük kezd el bonyolodni a cselekmény. Ott nagyon hamar egymásba szeret Lilionfi és Mariska, de hát rengeteg akadály gördül az útjukba. Egyebek között a Kamilla kisasszonynak a, 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 a túl túl óvatos vagy túl, túlságosan is Hát hogy is mondják ezt tényleg? A, a, az, hogy Kamila és az, hogy kisasszony vigyázza Mariskának a igen. szemérmére. Igen, de közben és közben pedig ő is megpróbálja meghódítani magának Lilionfit. <gül> <gül> igen, igen. És ő is hasonló ábrándokat sző, mint mint maga Mariska. És aztán kiderül az is, hogy hát Lilionfi nem akárki, hanem egy, egy maga e, is egy nemesi és nemes profe professzornak a, a, az örököse, akit más pályára meg más útra szállna. A, az ilyen nagyon pedáns és nagyon kimért fagyar gyám apukája, vagy azt hiszem, hogy neki nem is a gyám apja, hanem a, 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 a nagybátyja, igen. Igen, a, igen de a szerintem a gyámságában nőtt fel, vagy e, ez nem, nem egyértelmű, de találni. találni igen, 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 igen. És ö, és akkor egy keresztbe kasul kezdenek ezek a szereplők így, kezdik így szőni a saját kis terveiket, és aztán még a film felénél, amikor megérkezünk Badacsonyba, akkor még új szereplők is érkeznek, például egy, egy fogadós, az ő lánya Erzsi, és a ottani kis pincér Gyuri, akik szintén nagyon szerelmesek egymásba, és szintén nem tudnak egymásé lenni, és akkor oda ismét bekavarodik a már megismert szereplő gárdánk, hogy mindent felborítson, szóval egy ilyen klasszikus tévedések, félreértések, vigyátéka, rengeteg szerepcsere, rengeteg állöltözetbe bújás, és egymást más szereplőknek adják ki a szereplők, és hát persze aztán a végén nem nagy spoiler, hogy minden elrendeződik, és mindenki azzal boronálódik össze, akivel kell. Igen, még azok is, akikre nem is számítottál. Így Annyit talán a csavar ezen a klasszikus félreértések végjátékán, hogy van egy egyértelmű katalizátora, és aktívan, aktív szereplője a fejreértésének, aki bár néha maga is áldozatává válik bizonyos félreértésének, de azért leginkább ő tehet róluk, ez a maga a Lili Mufi, aki Igen. szándékosan kavarja a szart, és öltözik be mindenféle más szereplőknek. Igen, igen, igen. Igen, és vicces, hogy számunkra nézők számára már a film első harmadába kiderül, hogy valójában, hogyha a kisúlyokat sem mozítanak a szereplők, akkor lenne a legkönnyebb dolguk. Ők saját maguknak rontják el a helyzetüket. Részben persze, azért, azért van ezen felül is konfliktus, de hogy alapvetően őket pont egymásnak nézte ki a, a, egymásnak nézték ki a gyámok, és, és az, a, az a rájuk erőszakolt, rájuk kényszerített házasság, ami elől együtt el akarnak szökni, az valójában az ő házasságok lenne, szóval ez egy ilyen külön szórakoztató csavar, ami egyben azt is aláhúzza, hogy vagy azt is jelzi ít számunkra, hogy, annyira nem kell aggódnunk azért, hogy ők, hogy ők a végén egymásai lesznek-e, mert hát a, az univerzum az eléggé mindent úgy gördít eléjük, hogy, hogy ne legyen ebből probléma. És, és valóban inkább saját maguk euh, sa saját, maguk nehezítik meg <laughs> a saját dolgukat. Mint klasszikus ilyen cuki végjáték, cuki romantikus végjáték. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg elemét láttam már így felbukkanni más-más filmekben. Szinte százszerzalék biztos vagyok benne, hogy hogy mit tudom, rémlik olyan, hogy hát majd nem emlékszem melyik filmből, de hogy volt, volt, nem is olyan rég láttam ilyen filmet, amiben ugyanez volt a sztori, hogy a, az egyik szereplő mindig ácsingózott egy bizonyos szerepre a, a, a áhított darabról, darabból, és más valakinek volt kiosztva az a szerep, de, és akkor a film végére az a más valaki mm. nem tudta eljátszani a szerepet, és akkor végre ez a valaki mm -hmm. és, és akkor milyen jó, hogy fel volt dobva az elején ez a magas labda uh -huh. a forgatókönyvben, hogy ő mindig is ezt a szerepet szerette volna játszani. De szóval rengeteg ilyen elemből áll ez a sztori, de ezt a klasszikus fejlértések vigyeltéket, meg az ilyen szarkavarós romantikus vigyeltékokat, olyan szépen elegyíti ez a történet, és olyan maximálisan, maximális ö, teljesítményben, vagy olyan minden, ami a csövön kifér, módon teszi, uh -huh. <laughs> hogy <így> lehengerlő szerintem. <laughs> Igen, hát ez egy ivádnivaló ez a film, ez tényleg ez, ez csodálatosan szórakoztató. És hogy így olyan mértékű, ilyen, ilyen, ilyen frissesség, meg boldogság, meg ilyen, ilyen nem, tudom, fiatalság árad belőle mindenkiből, uh -huh. hogy úgy nagyon könnyen, könnyen annélkül, hogy mondjuk utána néznék annak, hogy, vagy utána olvasnék, hogy, 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 milyen volt a forgatás, de ez az a típusú film, amire egy rögtön rásítném, azt, hogy na itt biztos mindenki kurva jól érezte magát a forgatás, és rohadtul élvezte azt, amit csinál, mert teljesen úgy tűnik, mintha, mintha ez lenne igaz, és mintha mind, mindegyikük Makkárolytól kezdve az összes szereplőig itt, itt, lubickolt volna abban, hogy, hogy egy ilyen teljesen felszabadult és mindenféle rá üzenet nélküli filmet készíthet, és csak itt szabadon szórakozik és szórakoztat. Igen. Egyébként a Krencsei Marianna, aki a Pariskát játszott, ő olvastam egy interjút, és kicsit visszaemlékszik a Lilium Nem sokáig mm -hmm. volt egyébként ezután ő színész, tehát viszont é, most, elég sok filmben szerepelt, 20, néhány filmben, de de aztán derékba tört a karrierje, vagy hát véget ért igen gyorsan a karrierje, ugyanis 66 ban disszidált. És azt hiszem, hogy egészen igen. az Egyesült államok költözött a férjével. Igen. Mindenesetre egész addig azért sokat szerepelt, és úgy emlékszik vissza Lilian Fira, hogy elmondja, hogy a 1848-as forradalom után a Szigligetinek a darabjai sok, sokat tettek azért, vagy sok szerepet játszottak abban, hogy így a... a Meggyötört, meg, meg, meg csalódott magyar néplelket így kicsit meggyógyítsák. Uh -huh. És volt egy ilyen szerepe ennek az eszképista, vagy ilyen kedves kis darabnak. Uh -huh. És hogy gyakorlatilag ugyanezt tette ez a film is, csak mm, ugye a világháború után. És, a, és akkor, tájt így, azt, azt mondja a Marian, hogy nagyon sok ilyen sanyarú szovjet film jelent meg uh -huh. a magyar mozikban, és akkor ez egy kicsit azért így segítette ebből kiramlatni az embereket. <laughs> mert hát ugye maga a rákosi korszak sem volt éppen tényleg milyen, mm -hmm. nem tudom, Leányállom és akkor ehhez ez így sokat, sokat segítette kicsit az, a, a, sokat segített az embereken valószínűleg ez a film ezzel a hatásával úgyhogy ő is nagyon ö, szépen emlékszik rá vissza, ahogy mondod igen Egyébként szerintem önmagában, önmagában már azzal ö, nem lehet mellélőni, hogy, ö, hogy ilyen bándor a főszereplő. Hmm. Most én néztem ezt a filmet, és jó néhány olyan történet, ami hasonló, vagy vándorszínész, színész, vagy egyszerűen csak ilyen színházi közegbe játszódik, és szerintem az egyik legjobb közeg, amiben el lehet helyezni egy vígjátékot, vagy egy történetet. Mert, 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 mert egyszerűen tálcán kínálja azt, hogy tele legyen nagyon színes figurákkal, és, Ez milyen igaz. Pont, annyi, és pont annyira hiú vagy, vagy beképzelt, Igen. vagy két balkezes figurákkal, ami tökéletes táptalaja a, 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 akár a helyzet komikumnak, akár a jellem komikumnak. Tehát, hogy szerintem hi, hi, hibátlan indítás az, hogyha valaki úgy dönt, hogy, hogy vándorszínészek lesznek a, a, a főszereplői, Na, nagyon, tehát nagyon, nagyon jó történeteket lehet ebből, ebből kisajtolni. Nekem eszembe jutott egy-két konkrét, egy konkrét, példa is erre, a különböző műfajokból no. is, meg különböző, teljesen különböző korszakokból az egyik az a, a nem tudom emlékszel-e még a Party Down sorozatra én azt nem láttam még már ezer éve Á, ott van a watchlisten, és sosem nézem meg basszus. <laughs> hát most majd ugye jön a, jön a reboot belőle úgyhogy ja. még, még előtte pont ö, ö, a, szóval mindenképpen be kéne a, húzni alkalmat kell keresned rá de <laughs> hát igen, és, a... és, és már belengedtem egyébként a feleségemnek a szerepoztást, úgyhogy úgyhogy várunk, é. megnézzük nagyon jó. Na és ott a második évadban van egy epizód, ugye az a sorozatnak az a koncepciója, hogy egy ilyen party társulat társulatot követ, akik különböző, teljesen különböző partikon kell, hogy felszolgáljanak. És akkor így minden epizódnak van egy külön tematikája, meg külön műfaja is, akár meg teljesen egymástól eltérő helyszín, meg közeg. Na és akkor az egyik ilyen közeg az egy, az egy, az egy színi társulatnak a a nem tudom, fő próbája, vagy, vagy talán a, a fő előadása, nem emlékszem pontosan, de hogy ez egyik kedvenc epizódom, és hogy és egy tökéletes bohózat az, az, a fél óra, mert hogy tényleg gyönyörűen leképezi egyrészt maguknak azoknak a vígjátékoknak a, a dinamikáját, ami, amit eljátszanak a színpadon, Magas sorozat epizód, de hogy egyébként is maguk a szereplők is pont annyira szórakoztatóak, amennyire, amennyire ez kell. És hogy itt a, a Lilion-fiban is megvan az, hogy rengeteg az áthallás ugye a, a Shakespeare darabnak a kalamajkái között, meg a, a, azok között, amikbe aztán maguk ezek a színészek keverednek bele. Tehát, hogy mindig van benne egy, <laughs> egy jó pamata réteg, amit nem is kell igazán feltétlenül így, nem tudom, posztmodern kézzel kiaknázni, meg nem kell nagyon aláhúzni, mert mert uh -huh. önmagában is teljesen teljesen adja magát, és működik. És pont az a jó Éz... benne igazából, hogy nem kell tényleg a, a kihangsúlyozni a metasságát, meg így aláhúzkodni, mert pont az benne a nagyon meggyőző, vagy megnyerő, hogy milyen komfortot ad hogy hát igazából ez csak egy új környezetbe helyezett Romeo és Júlia, csak kivettük belőle a tragédiát, mm -hmm. és most örüljön, hogy milyen milyen csodás. <laughs> igen, igen. És a, a másik film, ami eszembe jutott róla, ami időben jóval közelebb áll, de, de földrajzilag nagyon-nagyon messze, 1959-ből a... Fú, hát nem tudom, hogy mi a, 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 a magyar címe, de a no. Yasujiro Ozunak az egyik filmje, no. ö, aminek, aminek az angol címe a Floating Weeds. Mm -hmm. És... Uh és pár évvel ezelőtt volt itthon valamelyik ilyen japán film hét, amikor vetítették a, Toldi moziban, és akkor ott, ott, tudtam megnézni. Egyrészt az is egy elképesztően színes film, és tarka, és nagyon-nagyon jó nézni. Másrészt az is úgy indul, hogy hát megérkezik egy kis vidéki kis városba egy színésztársulat, vándor társulat, és ott felbolygatja a kedélyeket. Nyilván ez jóval szelidebb film, a, tehát jóval ozusabb film. De hogy, de hogy ugyanúgy tud alkalmazni komédiát, ugyanúgy tud nagyon nagyon sokféle karaktert megmozgatni ott, és ugyanúgy meg tudja tehát meg tudja bolygatni azt a kérdést, vagy azt a konfliktust, hogy akkor van ez a vándorszínész életmód, és ez mennyire egyeztethető össze, mondjuk a megállapodással, vagy azzal, hogy, nem tudom, valamelyik vándorszínész már járt itt x évvel korábban, és akkor ott már szerelembe esett valakivel, és aztán az ott már gyerekei született, akiről nem tud, Szóval, hogy vannak ezek a jó kis konfliktusok, amiket. Meg helyzetek, amiket ki lehet ebből a, ebből a témából húzni, és hogy megint csak a Lilion Fizz szerintem el, eléggé jól átülteti ezt a gondolatot egy picit így a, a magyar környezetbe, ezt a ezt a, mit tud nyújtani a vándor, vándor, színészlét szabadsága. Itt azért elsősorban szerintem az, az, a, az a végső tanulság, hogy ez egy, ez egy nagyon menő dolog. <laughs> és, hogy, és, hogy, ez egy ilyen irigylendő dolog, hát igen. hogy itt csak szabadon, szabadon a kis szekérnek a, a hátsó ülésén így el, a naplementébe, vagy el, eldöcögünk a naplementébe, vagy ez mennyivel jobb, mint a nem tudom, a városban élni. Igen. De hát meg ugye De itt mondom, konkrétan ez nem esti címről mond le, meg a, meg igen. a vagyonról, hogy igen, hogy kétkezi munkával úgymond meg a ja, hát igazából itt nem is a kétkezi munkaliek, hanem az hogy hogy szórakoztassa az embereket és ebből igen. akar megélni. Igen, igen. Szóval hogy ez a egyrészt mennyire jó katalizátor egy, okay. ilyen, egy ilyen bándorszínészi vagy színészi társulat, meg mennyire jó ilyen narratív mm. eszköz, meg dramaturgiai eszköz, mm. rengetegféle karakterdinamikát tud alkalmazni, szóval ez, ez szerintem így fő főnyeremény, így kb. mindig Sodródó okoz. emberek, ez a magyar címe az OZU. Á, címe köszönöm. Meg. És köszönöm. egyébként igen, az ilyen színi társulatos dinamika az mindig izgi. A Molen Rúzs is beugrott egy picit a Aha, igen. Abszolút. De igazából még ha akarnám, akkor a szerelmesség is lehetne mondani. De jaj, hát százszerzalékig, abszolút. Nem is tudom, hogy jutott eszembe, teljesen jól, jól működik, igen, párhuzamként is. És, a, és azoknak is megvan a maga metasága azért és uh -huh. a uh egyébként azért is jutott eszembe most, mert a feleségem a adás közben mondta, hogy ezt így, ezt a scriptet oda lehetne adni a Benzler mennek. Wow. Modernizálni. Igen. Kicsit lehet, hogy musical -e de még nem is biztos, hogy ártana ennek a filmnek. nem, szerintem adja magát teljesen. Jó, jó. jó kis jukebox musical összehozhatna belőle. ja, igen. A, valami az a kapcsolatban, amit mondtál, de nem, 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 nem annyira érdekes, mindegy már. Ö, az is igen, tetszik ebben a, a, a jaj, ebben a premisszában, uh -huh. hogy ö, tényleg a Shakespeare-t, meg a római Júliát, azt egyértelműen úgy, úgy keretezi vagy úgy állítja be a film, hogy a korban, tehát az 1800-as évek közepén, ez így kicsit ilyen lesajnált tömeg produkció vagy tömeg mm. szórakoztatás volt, és a Kamilla a, a meg Mariska között van is egy ilyen párbeszéd, ahol pont a Rómeus Júliára beszélnek, ahol így rá, rajta kapja Kamilla Mariskát, hogy a Rómeus Júliát böngészgeti, a mm -hmm. nem tudom milyen darab helyett, hogy hát ez erkölcsi fertő, és nem tudom milyen szavakat használ rá. És hát ez a, ugye itt a, a másik szembenállása a filmnek, egyrészt van ez a gazdag nemesség, meg a, a csóró, mm. inkább a csóró, de a művészetért élő valaki, megvan mm -hmm. az a másik, hogy a, az mm. ilyen erkölcsös, ügybuzgó, vagy nem tudom, ilyen ö, szemérmes mm -hmm. zárkózottság, versus szabados gondolkodásmód, ami képes az erotikát is megjeleníteni, és azért mm. ez a film, ez egyértelműen teszi a voksát, hogy mellett, hogy, hogy a hogy a Shakespeare rajongás az teljesen valid. És, Igen. És a képmutatással. Igen. Igen. A, a Fi karakteréről nekem még az veszembe, nem tudom, hogy játszottál-e már D&D-t, de hogy konkrétan ez egy olyan D&D bard karakter, Igen. aki állandóan ne 20-t dob a deception -nyére. Így mindenki másodperc alatt elhiszi neki, hogy 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 az, akinek kiadja magát, ugye? Igen. és amikor csak előad valami kamusztorit, azt is elsőre bekajálja neki mindenki, ugye Igen, valami hülyeséget Igen. bead a izének és a társulat egyik nőtagjának, és aki kapásból elhiszi, és majdnem el is állul a hallatán, tehát uh -huh. így nagyon jó előadó képessége. Mellett, hogy ilyen jó a deception mellett ugye énekel, színészkedik, tehát tipikus performance uh, skill ezek, illetve baromi ügyesen az assassin's creed-ezik végig a balacsonyi ház tehát még a, az athletics és acrobatics csekkjei is elég jó. Klasszikus bard. <coughs> Ja, és hát Darvas Ivánnál alkalmasabb színész nem tudom, lehetette volna ebben az ebben a időpillanatban találni erre a szerepre. Igen, igen, igen. Szuper. Az arc éle van, kidomborodó arccsontozata, illetve ez a szőke hullámos haja, ez egy tökéletes 19. századi amorózóvá teszi őt tényleg. Igen, meg hát én tiszta Errol Flynn, nem? Tehát, hogy így megvan benne ez az ilyen, de, de. ez az ilyen kalandvágyó, rettenthetetlen, ö, csibészes ö, sárm, ami, ami nagyon kell ehhez a szerephez. Igen. És egyébként nem mondanád szerintem egy percig se azt, hogy ő egy, nem tudom, ami természetes lenne a játéka, vagy ilyen, mm -hmm. ilyen, ö, mm -hmm. ilyen, finom hangolt lenne, tehát azért a, főleg ahogy a hős szerelmest, ahogy a hős szerelmest Igen. játsza a film első felébe, az azért ilyen, picit talán ilyen avittas helyenként, így a, így a, vagy olyan, hát talán nem is avittas, hanem maníros, de közben meg így annyira, annyira elbűvölően rokon szembes. Uh, és onnantól, onnantól kezdve meg, amikor, amikor felülti ezeket a szerepeket, onnantól meg fergeteges, mint ilyen vígjátéki figura. Tehát nekem, nekem elképesztően tetszett mind a két karakter, akit felvett, főleg a, 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 az osztrák, azért, osztrák, nem tudom, Snaps. Sarj, vagy igen. igen az, az azt szerintem zse, zseniálisan zseniális volt ott a, ott a fizikai komédiája <laughs> igen, de és a, tényleg a mozgása de a pincéris... is változik, nagyon-nagyon ügyesen csinálja igen, igen, az, az szerintem lehengerlő, de a, de a pincér karakter is nagyon szórakoztató volt amikor megszemélyesíti a, a Gyudit <laughs> igen, és ezekben a szegmensekben is megint csak ki kell emelnem, hogy szerintem nagyon ügyesen csinálja a makára is igen. Tehát tök jó geg, például, amikor, amikor kiderül, hogy van ez a, létezik ez az ifjabb snapsz, akinek odaígérték Erzsikét, és akkor igen, egy kis büzé, b -b bécsi és így fade out, fade in, és akkor maradt vigyorog a darvas Iván osztráknak bemaszkírozva, osztrák nemesnek. Meg, meg én nem is tudom hinni ennek a filmnek, hogy tényleg nem ismerik fel a Lilium amikor kiadja magát másnak. Tehát igen. még a, a pincér szerepében, ami annyira nincs elmaszkírozva, vagy krumplióra van csupán, meg kitomja az arcát szilvánkkal, még úgy is e, tud úgy játszani tényleg a, a darvas Iván is, hogy hihető legyen az, hogy nem ismerik fel. Plusz azért ott ugye arra tényleg szerintem a makáro is, hogy így lássuk, hogy a szereplők, akiket megtéveszt, azok folyton ugye, itt ülve vannak, jenderék magasságban uh -huh. a pincérhez képest, és nem is nagyon figyelnek rá, tehát nem, nem is. Uh -huh néznek az arcára, meg hát itt fontos az is, hogy ő a pincér, a többiek meg itt az előkelőségek, tehát eleve meg van az a rangbeli különbség, hogy őt inkább Igen. ignorálják, hogy nem veszik tudomásul annyira, és így és ezeket ugyan ügyesen teremti meg a képben a, a szereplők elhelyezésével, a hogy egy pillanatig se van a kétségbe, hogy ezek a megtévesztések nem működnének. Valamit én is akartam most erre. hirtelen, <laughs> hirtelen mondani, nekem is kiesett ki, ki, ki a, a, a fejemből. Addig lehet, hogy mondom akkor Mariskát, mert ö, szerintem a, a filmnek azért a gerincét előbb az ő román és Narvas mm -hmm. Iván tényleg a teljes fizikumával mindennek beletesz, hogy ez működjön, de szerintem Cranchy Marian is szenzációs ebben a szerepben. Igen. Tehát a, 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 amit a film elvár tőle, hogy hogy autentikus, autentikusan átadja azt, hogy egy pillanat alatt beleaborodik a lilium -fiba, az uh -huh. tökéletesen megcsinálja, szerintem. Uh -huh. igen. Ez, ez, ez nekem arra abszolút most a West Side Story jutott el eszembe, ahol ah, igen. a Maria és a Tony kapcsolata is olyan, hogy nagyon gyorsan egymásba szeretnék az első pillanatra, az pont egy hasonló körülmények között egy kicsit, már, hogy ott is egy előadás van, meg itt meg egy. Itt, itt, egy az előadás van, egy Romeo és Júli előadás, ott meg ugye táncolnak, és így meglátják mm -hmm. egymást a performance közben, és egymásba esnek. És aztán nem is nagyon ismerkednek nagy hosszú hosszan, de már rögtön kialakul a chemistry, meg egy a vonzalom, és mind a két filmben gyakorlatilag a szereplőknek, a színészeknek a tehetségi múlik az, az hogy a néző mennyire hiszi igen. el, mennyire fogadja el a két szereplőnek az ilyen ö, végzetes szerelmét. Igen, igen. Igen, nagyon-nagyon ne, nehéz azért mindig a naíva szerepeket jól megfogni, tehát hogy azért általában sokkal könnyebben, ö, könnyebben lehet, nem tudom, rajongani a, a, a karakter színészes szerepekért, vagy az ilyen nem tudom, jellem színész uh -huh. karakterekért, mint amilyen akár mondjuk a Szellemfi, vagy vagy a, vagy a Szilvai Tódor, vagy a nem tudom, Kamilla Kisasszony, tehát hogy ezek olyan jobban megragadható figurák így elsőre, színészként is valószínűleg, és és nehezebb úgy árnyalatokat csempészni egy naívába, hogy ne csak annyi legyen a szerepe, hogy ő a naíva. Igen. És, és végig nagyon nagyon élő karaktert varázsol Mariskából, szerintem is Krencsei Marianna. Kedvenc pillanatom vele, amikor a film közepén először fölvájúz, föl, vagy fölvázolja neki a, a, a Lilium fió, hogy meg együtt, és akkor ugye az első reakciója az, az ilyen, jel, ilyen, ilyen tipikus, ah, hogy megszökni, hogy képzeli? ugye ez a, ez a, megbotránkozás, de így, rögtön utána már így van egy ilyen kis harckifejezés, hogy végül is, végül is, végül is De nem rossz <laughs> <az gül> És ezt egy, ilyen, egy ilyen jópofa kis ez ilyen félmosolyos arc, vagy, vagy, fejbillentéses gesztussal ábrázolja, és így, és így rögtön, rögtön tehát aki addig nem szurkolt neki, azonnantól kezdve biztosan fog. Tehát, hogy tényleg nagyon ilyen kis talpra <laughs> esett, és jó kis, jó kis, figura lesz belőle. És nagyon fontos azért, hogy a script, vagy hát a szintarab is ad neki motivációt, pedig az, hogy, hogy a Kamil, vagy Kamillával szemben azért neki vannak önálló vágyai, például Romeo is szeretne játszani a Júlia szerepét. Igen. És egész már sok a elképzelései a művészetről, mint a, a Gardedámjának, úgyhogy már is van mi, miért szurkolni ő neki. Igen, igen, igen. Hát a Kamilla is azt mondja, ez egy ilyen te, te, teljesen felszínes, sekélyes figura, <hállt> ő, ő azért szórakoztató. Igen, hát az a tipik, az igen, amit mondasz, az a jellem színészeknek kedvező, az a kis karakter szerep. Őt játsza a, Dajka Margit, szerintem egyébként nagyon igen. viccesen, ez a fejhangon sipítozós. Igen. Oh -hú, oh -hú. <tos> 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 Jó kis running gagjai vannak neki. Igen, igen, de hát Pécsi Sándor is hasonló, uh -huh. hasonlóan Eh, tudja, hogy mi itt a feladata. Igen, <bih> <s'>, <ilgili> igen, igen, egyetértek. Uh, Pécsi Sándorról is egy picit beszélhetünk egyébként, mm. ő is Kossuth színművész, természetesen viszonylag korán, tehát 50 évesen hunyt el, 72-ben, de uh, rengeteg hasonlóan kiemelkedő szerepet kö köszönhetünk. és szerintem élet, hogy lesz is az évadunkban, majd mm. még utána nézek, de uh, ha máshonnan nem is ismerik a az emberek, talán a Pécsi Judikó neve kapcsán, hiszen ő az édesapja, találkozhattak vele, és neki is rengeteg a filmje, tehát így a wikipedia megnézve két oszlopot töltenek meg. Játszott többet Makkároly filmekben is, de felbukkan a Szent Péter esernyőjében, Noszti esetet volt szóval mm. iszonyatosan vagy az ő Filmográfiája is, ö, és hát ekkor olyan 30-as 30 színész lehetett, de így ebben a szerepben valahogy van egy olyan megjelenése, egy olyan kisugárzása, hogy egy sokkal mm, nem is tudom. Na, és nekem, nekem ő így egy sokkal. Ö, tehát úgy tűnik számomra, mintha ő lenne a Lilium mentora. Igen és így csak azért nem ő a színitársulatnak a vezetője, mert így deklaráltan demokraták, ugye, hogy úgy köztársaságok, köztársaságként is működnek. Igen. Ami egyébként gondolom a 1848-as fordulom után egy különösen szellemes mm. húzás volt. Mm -hmm. és és ez a, ez a, ez, ezt így jól megtestesít, szerintem itt a Pécsi Sándor, de úgy, hogy, hogy nagyon is benne van a Lilium Ficsiny tevéseiben, és aktívan <laughs> részt vállal belőlük. Igen. Igen, nagyon vicces, amikor ő is beöltözik a Liliumfinak, <laughs> hogy megtévesse a, a, megérkező szilvai tódort, uh -huh. és egy teljes magabiztossággal a, magyarázza meg az összes kétségét, vagy kér, kérdését a ezé, szilvai tódornak, hogy Jézusom, ő lenne ez a nagy hőszerelmes, akiben a mariska bele van, esve és, és a tömeg na na, persze ez nem is kérdés hogy, hogy én vagyok itt a ez, én vagyok itt a Rómeó igen, igen amikor ott megjegyzi a szívai Tódor, hogy ezt a borvirágos orrot, mondja, hogy ezt szereti a mariska és akkor, hát nem az orromért szeretnek igen. nagyon maga biztosan tudja, nagyon tetszik igen, igen, de egyébként, ha már Szilvai Tódor szóba kerül nekem, a filmnek az mvp -e, az ez egyértelműen Balázs Samu, tehát a, ez a Szilvai Tudor az, az, az egy, az, az egy ö, olyan, mintha eltévedt volna egy, egy 90-es évekbeli Disney film rajzolója, és ő, ő rajzolta volna meg ezt a karaktert. Ezzel a, ezzel a hosszú, megnyúlt arcával, meg nagy bajuszával, teljesen olyan, mint a, nem tudom, a Zordon, vagy van ilyen klasszikus, ilyen, ilyen eltúlzott mimikájú, ez Disney mesefigurán, nagyon-nagyon vicces, és az par ön paparád jól hozza ezt, a, ezt az ilyen pikírt, végelték pedáns és, ja. és ilyen hajlíthatatlan figurát. Igen, igen, nagyon-nagyon-nagyon vicces szerintem, és az a palacsinta képű, <laughs> ilyen kar karótnyált, nemes figurát, akit játszik. Egyébként ő is egy. Kossuthi a színművészünk. Megnéztem a Wikipédián, itt csak pár olyan cím, amiben lehet meg lehetett látni, az az Engli csillagok, vagy a Ludas Matyi például, uh -huh. Uh -huh. Ö, amiben egyébként a főszereplő, az ha jól emlékszem, akkor pont a, az ebben a filmben Gyurit játszó Sós Imre volt. Uh -huh. De Pici Gyuridó is beszéljünk, mert nekem meg ő volt az MVP. Uh -huh. <laughs> Sós Imre, aki egyébként tragikusan fiatalon elhunyt színművész. Ne, ne, ez, ezután pár évvel lett öngyilkos, még találkozni fogunk vele a, egyébként a körhintában. Uh -huh. De szerintem lefegyverző, mosolyó és barom jó képű fickó. Engem nagyon megnyert, mint Gyuri. Igen. Érdekes hogy azért engem meglepett, hogy a film felénél behoz egy teljesen új szálat a, 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 történet. Jó, ez lehet, hogy ilyen klasszik második felvonásos zé, <laughs> ja. újra, újra rendezés, meg hogy végül is ahhoz, hogy két órás játékidő az tényleg így tartalmasan kiteljen, ahhoz, ahhoz mindenképpen kellett még egy új kis mellékszel, de azért de ott egy picit úgy, úgy, úgy meg, megakasztott az, hogy, hogy ennyire, egy, nem tudom, legalább egy tíz percig kiszálltunk a, uh -huh. a a, a megszokott közegből, meg a megszokott szereplői viszonyrendszerből, is itt hirtelen Igen. teljesen új szerelmi történettel kellett együtt mennünk, amíg, amíg vissza nem térnek a megszokott szereplőink. Igen, ez tényleg tipikusan olyan, hogy így szünet, és akkor a szünet után visszatérünk a előadásra, és akkor kicsit jobban elfogadja a néző azt, hogy most hirtelen bejön két új karakter, és be kell menni. Tényleg, tényleg Igen. ilyen... És egyébként mennyire ö, találtad a két szereplőt, mennyire működtek számodra, vagy mennyire találtad őket érdekesnek, a Gyurit meg Erzsit, akit Rutkai játszik, Éva játszik? Mm, meg kellett szoknom őket, főleg mondjuk Rutkai Évet, vagy az Erzsi karaktert, mert ő is vagy valamennyire egy naíva karakter, és lett, nem tudom, nála talán egy picit jobban kijött az, hogy. Mm, Hát nem tudom, hogy... Hát ő biztos, hogy vékonyabb karakter, mint a Mariska. Igen, igen. igen. Kevesebb idő is jut rá, hát ahhoz, hogy őt, őt kibontsuk, és... Ja igen, talán, talán így, így emiatt volt nehezebb, nehezebb így kapcsolódni, meg volt egy, volt egy ilyen pillanat, amikor, amikor ott először látjuk őt ott a, a, a fogadónál, ott a forgatakba a, a, a vendégek között, és hogy nem tudom, hogy kicsit hasonlít a, a, a Rutka Éva a Szemere Verához, aki a Zengő játszotta, ugye a, Jaj, a jú, Júliát alakító színésztőt, és ott egy pillanatra így elbizonyítanottam, hogy pont úgy láttuk utoljára a Zengő hogy ő ott ott megpattan a, a társulattól, vagy hogy ott valami nagyon más akar, és akkor úgy annyi szerepcsere volt már a filmben, meg, meg annyira bele, beleférne a filmbe egy pillanatra, hogy most akkor ugrottunk egy időt, és most hirtelen egy, 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 egy ilyen falusi kis pincérlány lett, vagy most ez, hogy okay. ott valamiért azt hittem, hogy az, az ugyanaz a karakter, és akkor Kellett egy kis idő, mire rájöttem, hogy itt egy vadonatúj karaktert kell megismernünk, szóval nekem ott a film közepén ez biztos, hogy egy picit, picit bezavart. Fogunk még persze Harutka évvel is találkozni, azt hiszem, hogy a hmm. színbárban. Megnézzük, hogy 15 évvel késő, 16-7 évvel később mennyire változik majd róla a véleményünk. Egyébként maga az ő romantikus szálló, tehát Erzsike, meg Gyuri Szála. Hmm nekem így megállta a helyét, hiszen jó gyorsan össze sikerül fonni a cselekményt az ő szálukat és a Lilium fiékét, és hogy már rengeteg félreértés, meg szarkavarás együtt, az már De úgy a... nagyon jól, nagyon jól Abszolút. működik szerintem. Igen, igen, igen. Hát meg az, 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 mondjuk egy aranyos, aranyos geg volt, amikor a, a szeret nem szeret izé, <laughs> fosztás a fosztással összekötve azt szerintem egy jó geg volt és megpuszíja <laughs> a csirkét a végén igen, az nagyon <laughs> szerintem is vicces geg <laughs> igen, igen Ja, de egyébként visszatérve egy picit arra, amit korábban mondtál, hogy, 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 hogy is mindenképpen dicséret illeti azért, ahogy ezeket a színészeket instruálja, hogy ez az egész biztos, hogy ő neki nagy szerepe van abban, hogy, hogy ez a film ez ennyire koherens, meg ilyen egységesen ö, működik benne minden, minden színészi ö, hangjegy, meg hangnem, amit, amit megütnek benne ezek a, ja. ezek, a ö, ezek a színészek. A mondta azt konkrétan az egyik interjújában, hogy a Mag Károly, hogy, ö, hogy Darvossi van egy olyan színész, aki nagyon komolyan foglalkozik a szerepeivel, úgy úgy rendesen a mélyére megy, így a motivációknak, meg, wow. meg annak, hogy milyen ez a karakter, de hogy aztán, amikor mondjuk így a, a kamera elé lépett, a, főleg mondjuk így a, még ez, ebben a korai időszakában, a, 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 a korai filmszínészi a karrierjében, akkor azért ő, ő így úgy volt vele, hogy igazából nem tudta felmérni, hogy most egy nagy totál vagy egy közeli az, az, az mit hoz ki belőle, úgyhogy ő, ő nagyon igényelte és kérte is azt, hogy a Makkáró instruálja abban, hogy, hogy ő. ő hogyan legyen ott a, a kamera előtt, hogy egész biztos, hogy itt tényleg hogy már ekkor is nagy, nagy tehetséggel tudta ezeket a, ezeket a szereplőket elhelyezni, hogy ne legyen túl harsány, de azért kellően harsány legyen mindenki, mert ez a filmhez azért az mindenképpen kell. Ja, ez nagyon igaz, hogy itt aprólékosan modulálni kell minden egyes szereplőt, mert abszolút nem mindegy, hogy a, a Liliumfi szerepében Darvas Iván mikor térdecsapkodósan harsány, és mikor megnyerően uh, szerelmes és, és mm -hmm. gyengéd. Tehát ezek tök érdekes részletek, amiket, 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 itt eltalál a Károly. Nekem a Darvas Iván alakításában tényleg kifejezetten a fizikum az, ami mm -hmm. legjobban tetszik. Az egy ilyen leg, leg aranyosabb és leg uh, jobban eltalált momentum a filmnek, amikor már Hát aztán a film kell, két van. Ja igen, a, miután kiadta magát a pincérnek Lilionfi, uh -huh. és akkor már felfedi magát a Mariskának, miután a többiek távoztak, és akkor uh, talán a fogadónak az uh, ebédlőjének az ajtajában, és uh, tja, az ajtókeretét támasztják, és akkor így ilyen, félszeg mozdulatai lehajol a mariskához, és ad neki egy puszit, és abban a mozdulatban van valami olyan kis, He. nem tudom, olyan tökéletlenség, valami olyan apróság, ami olyan barátságos, és szeretni való az egész, olyan igazi, őszinte uh -huh. olyan emberi, hogy ezt nagyon nehéz szerintem jól csinálni. És igazából a, pont ezt szeretem a pont ezt szeretem a Mariskában is, a mariskó karakterében, hogy nekem tényleg nagyon működik az ő összes ilyen közelie. Tehát a Makáro ebben is nagyon ügyes, amikor ez a tipikus ilyen Spielberg-es, <laughs> Spielbergnek tulajdonított rákezelítéssel így most kihangsúlyozza ezzel egy szereplőnek az érzelmi állapotát, és akkor tényleg ez nagyon gyakran lejátsz a Makáro is, hogy valaki meglát valakit, és akkor így a kamera hirtelen így a, nem hmm. roma, a fél közeliből ezért, nagy totálban, vagy premier plánba így át ezért, kocsizik, vagy nem tudom, lehet, hogy nem kocsival, de kézben, akárhogy is, de így közelít, És azok mind szerintem nagyon jól aláhúzzák ezeket a momentumokat, nagyon ügyesen használja ezeket a makároly, de hogy mm -hmm. a Krencsei Marian meg tökéletesen találja el ezeket a pillanatokat érzelmileg, és tényleg kiül az arcára az, az túláradó szerelem, igen. És, és ezeket én nagyon el tudom hinni, és tőlem, nagyon tudok szurkolni ennek a párosnak. Jól van. Van-e még valami, amiről nem beszéltünk itt a... Hát a majomról sem. A majom azért, azért... Azért azt gondoltam volna, hogy a majom az nagyobb bajkeverő lesz ebben a filmben. Igazából csak egy, csak egy ilyen kis biodíszlet lett, ami a néha megijeszt egy-két szereplőt, a egerekkel, meg együtt. Igen. Azt hittem, hogy ő nagyobb kófic lesz, de, de azért természetesen minden, minden, film jobb majommal, mint majom nélkül, úgyhogy véletlenül se akarok kritikát Igen. megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Ja. Hát szerintem én, is akartam nagyon mást, sikerült. Hát ugye a, még, egy, még egy mondatra visszakanyarodva az ilyen rustikus ezért <laughs> esztétikához, a filmben az összes ilyen klasszikus 19. századi műdal induló minden felbukkan. Igen. Úgyhogy ez is szerintem itt tök jó, megteremti ezt a, ezt a hangvételt. Akkor a szilvai professzornak ez a ilyen hogy is mondjam, uriaskodó, um, vagy inkább intellektuel, latinozása, hogy minden latinul mond, ez ugye running gag mm -hmm. szintén, de így ez ilyen idézhető running gag nagyon vicces, amikor díja, immortál lesz mond ilyen hülyeségeket, igazából semmi értelme. Mm -hmm. Ez is szerintem egy tök jó kis mond, ez biztos, ez biztos benne volt az eredeti színdarabban is, de szerintem nagyon vicces, főleg a 19 században azért jobban érthető volt az, hogy ott latin latinoskodni az milyen már, már nevetséges abban a korban. Mm. De így ez a a, a, a de zsőnek a szkriptje az azért ügyesen megoldja azt, hogy egyszerre maradjon ilyen 19. századhoz kor hű ez a történet mm -hmm. ezekkel az elemekkel, de azért mégis modernizálja annyiban, hogy azért senkit nem hallunk így, mit tudom én, az lilión fizni, meg hasonlóan, modorosan, magyarosan beszélni, amit abban a korban, valószínűleg még mindig beszéltek az emberek. Szóval így kellően gördülékeny. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon találom van lett szerintem ez a történet feldolgozva. Szerintem is. Nekem ami még eszembe jutott, hogy mennyire jó a filmnek a, a kezdete, a nyitánya, hmm. e, és lehet, hogy azért is jutott eszembe a, a sodródó emberek a, az Ozu film, mert hogy, a, mert hogy az is úgy kezdődik, hogy ilyen, e, ilyen álló, kvázi álló képeket mutat, e, amivel ilyen életképekként felbázoljanak a kis... E, falucskának a, az életét, az a zoo, ahova megérkezik a Vándor Cirkusz társulat. És így hasonló a, ennek a filmnek is a kezdete, hogy így meg, megmutatja egy-két egy, egy -két életképbe, hogy milyen az élet egyébként így, így Balatonfüreden. Igen. É, Igen. És hogy nincs is ott dialóg, meg nincsenek is ott még karakterek, mármint nem ismerjük meg a karaktereket párbeszéd szinten, hanem ha van egy háttérzene, vagy, vagyis egy filmzene, és akkor é, az alatt ö, látjuk azt, hogy hogyan, 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 ö, mi, milyen kis pesgő élet van ebben a városban, és aztán megérkeznek a, 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 ó, Igen. Ö, a színészek, a, a bándorszínészek. Mm -hmm. És ott még nagyon vicces, hogy, hogy, hogy hogyan állítja szembe a, a színészeknek az ilyen zabolátlan szabadságát, a helyi ilyen kis konzervativizmussal, hogy ott a, van az a kis ilyen zenei párbaj, ami Igen. Magába a zene, igazából magát a zenét nem halljuk ott, mert még mindig csak az a műdal hallatszik, ami a filmzene, de látjuk, hogy ott ilyen párbajt víva a, helyi zenekar, meg a, a vándorzzenészeknek, vagy vándorszínészeknek a kis Z, kürtösei, meg, meg dobosai. És hogy ott nagyon vicces, hogy az összes helyi zenésznek minden pontosan ugyanolyan bajusza van. <laughs> 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 és hogy az, az, ilyen nagyon kis maradik mindegyikük, és akkor mehelejtem meg ott az a szedetvedett kis társulat, akik rögtön sokkal ilyen vibrálóbbak, meg, meg, meg színesebbek. <laughs> Igen. Még néhány ilyen, ami eszembe jutott, apróságok, gegek a filmben, Aha. azért nem csak a félréltesek vigyáték a részen lehet kacarászni, hanem szerintem tök jók a sorok, tök jók a dialogusok a Igen. filmben. Beugrott mikor a Liliumfi azt hiszem, hogy éppen a pincérnek kiadva magát, meglátja a Kamilla kezében a majmot, és akkor mondja neki, hogy az tetszik, vagy tésasszonyi tetszik lenni a Szakasztottam mama. Szakasztott a mama. <síns> Aztán vicces volt a a a, a, ké, a a városőrök, vagy nem tudom, azok ilyen helyi csendőrök, tudod, mm -hmm. akiket rá akarnak ereszteni a szatírra, aki a terörizálja vadacsonyt, és akkor így nagyon hosszasan nekik a parancsnok, hogy ho, hogy kit kerítsenek kézre, és hogyan tegyék meg. Ebben a pillanatban beesik az, akit kézre akarnak éppen keríteni. Igen. De az a két tag, az a két rendőr, akik teljesen ilyen tuskok, teljes hozzá nem értő senkik, az meg ilyen nagyon ö, mm. nem is tudom, rajzfilmes szintén, megint csak ilyen, ugyanez a Disney klasszikus rajzfilm figurák, mm -hmm. ezek ilyen henchmenek, akik semmihez nem értenek, mint a 101 kis kutyában, de igazából a magyar viszont akár lehetne mondani, a süsűnek is a város őrei, tehát ilyen nagyon tipikus figurák, de nagyon, vagy érdekes mondom, belepasszolnak ebbe a filmbe is. Igen, igen, igen. Vagy egynek a izított most róluk, ahogy így beszél, mesélek, hogy a, a, a családi mozitén után a Disney-vel abban volt talán a Zorro, az a régi Zorro sorozat és akkor abban Jó. az ilyen izé. Hogy is hívták, igen, igen. Ja, ja, emlékszem rá, nagyon bírták. <laughs> uh, szintén egy csomó idézhető mondat van ebben a filmben, ez a. Uh, Lilionfi mondja ezt, hogy persze mi színészek már megszoktuk eme cirkumstanciákat, meg ilyen szó szóhasználat. ezek mind jó emlékezetesek szerintem, nagyon viccesek, amikor ilyen szavakat beletesznek a mondataikba. Igen, igen, igen. Akkor amikor a szilvait már láncon viszik, mint nem tudom, valami rabszolgált, akit láncra vertek, igen. ilyen eltúlzottan azért, ö, ki... Ö, búnyolva őt, vagy nem tudom, az így kiabál, hogy cudarok, az is nagyon vicces. Okay. Ö, aztán ugye tele van tényleg ilyen erotikus kétértelmű dolgokkal, amikor például a fogadós így összeadja Erzsikét, meg Gyurit, mert ez azért, hogy a Gyuri egy nemes, és akkor mondja, hogy most jön csak a neheze, és akkor mondja a Gyuri, hogy hát nem is lesz olyan nehéz talán. Hát ha ellenkezik, mondja erre a fogadós, hát az Erzsike. <laughs> <laughs> és azt hiszi, hogy a Iziról van szó, szóval a nemes nagybácsiról akkor a, ami már nagyon expliciten erotikus, ez hát így, er, mégis erotikus idézője betéve, amikor a, az engő bércénél találkozik a, a azt hiszem az a férje igazából, nem tudom, ugye a, 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 a helyi ilyen nemessel, és akkor mm -hmm. így nem tudom, egy pillanatra elfordul, és akkor az meg így látványosan nézi a, bá, a seggét például. Igen akkor a színésztársulat, amikor az engöbércénék készül a randevújára, akkor egy ilyen paraván mögött mesztelenkednek. Tehát tele van ilyen egyértelmű explicit erotikával is ez a film, ez nem takizgalmas. Hogy mennyire, mennyire explicit tudott lenni 54-ben ez a film. Igen, igen. Nagyjából ezeket akartam még kiemelni. Jól van. Szuper, hát nagyon örülök, hogy megnéztük a Lilium Fit, ezt teljesen értem, hogy ez miért tud mind, so sokaknál ilyen, ilyen alapfilm lenni, meg olyasmi, amit hogyha megy a tévébe, akkor, akkor bármikor izé be lehet kapcsolódni, és jön felettem, végig lehet nézni, úgyhogy <laughs> ja, nagyon működik. Várom, hogy is. nem tudom, hogy ez digitálisan fel van-e újítva, de én az én verzióm az inkább, azt hiszem nem volt felújított, de várom, hogy megjelenjen a filmjón egy ilyen restaurált változat belőle. Nem mm -hmm. volt rossz minőségű, mm -hmm. de szerintem lehetne restaurálni, biztos, hogy jobb benne. Mm -hmm. Rendben. E, akkor e, jövő héten folytatjuk a már adás közben említett körhintával. Mm -hmm. És vendég is lesz az adásunkhoz. Nem maradtok vendég nélkül sokáig. Igen. Igen, igen, úgyhogy Fá -Fábri, Zoltán. Fábri Zoltán lesz a vendég. Az kicsit váratlan lenne, de Fábri Zoltán lesz a téma a filmben. Igen. A filmben? Adásban. Az adásban, <laughs> így van. És Új. természetesen addig is tudtok bennünket támogatni a Patreonon is, patreon.com per Podcast, ahol már összefoglaltuk az év legjobban várt sikerfilmjeit, de Közeljövőben várható, lesz az, hogy beszélünk a független filmekről is, az idén várható független filmekről, és uh -huh. lehet, hogy valamilyen frissebb megjelenésről is beszélünk, bár ezt még nem beszéltünk, hogy mi legyen az, de vannak ötleteim, úgyhogy tudtok bennünket támogatni a patreon.com per podcaston is, hogyha nincs elegetek belőlünk itt a fő feedben. Uh -huh. Így van, és akkor mondjuk el még gyorsan azt, hogy egyébként hol találhatnak meg minket a esetleges új hallgatók. Jó, jó. Péter. A Twitteren FreeVo néven vagyok jelen, freevo 2 evel vel Letterboxdon is ezen a néven vagyok megtalálható. Letterboxd.com-on érdemes bejutni a keresőbe, és követni, mert ott szoktam naplózni a frissemet mm -hmm. tekintett filmélményeimet, András. Mm -hmm engem pedig Gains néven, szintén a Letterboxd-on, illetve a Twitteren Gains, és utána még egy alsó vonás. Uh -huh. És akkor a Vagfolt Podcastot tudjátok követni, meg feliratkozni rá a kedvenc lejátszótokban, fenn vagyunk YouTube-on is, de akár az Apple Google Podcast-en is, meg Spotify-on is. Továbbá Facebookon és Twitteren Vagford Podcast néven is jelen vagyunk, és ha nincs elegetek belülünk, akkor a Vagford Podcast társalgót is ajánlom a figyelmet uh -huh. ebbe, ami a Facebook csoportunknak a neve, tehát Vakfolt Podcast társalgó, ezt kell beírni a Facebook keresőjébe, és lépjetek be a csoportunkba, mert minden héten igyekszünk az adással kapcsolatosan posztolni, de egyébként meg a saját hallgatói közösségünk is rendíthetetlenül posztolgat, úgyhogy tök jó kis beszélgetések uh -huh. szoktak ott kialakulni. Így van. És akkor jövő héten felülünk a körhintára, Uh, addig is sziasztok! Sziasztok!